A Kínai Népköztársaság megalakulásának 69. évfordulója alkalmából tartottak fogadást Budapesten, a Corinthia Hotelben szeptember 20-án. A nagykövet úr ünnepi beszédében kiemelte, hogy mekkora jelentősége van a magyar-kínai kapcsolatoknak az elmúlt 5 évben, különösen az egyövezet együtt gazdasági program tekintetében. Hozzátette, a kínai miniszterelnök novemberi budapesti látogatása a kapcsolatok újabb mérföldköve lesz. Azért vagyunk ma itt, hogy megünnepeljük a Kínai Népköztársaság megalakulásának évfordulóját. Az volt a célunk, hogy minden ország nagykövetsége jelen legyen, mivel úgy gondoljuk, ez egy kiváló alkalom arra, hogy bemutassuk nekik Kína törekvéseit, és persze, hogy beszélgessünk. Ahogy beszédemben is elmondtam, Kína és Magyarország közt a kétoldalú kapcsolatok talán soha nem voltak ennyire jók, mint most. A nagykövet úr beszédében kiemelte, idén novemberben megrendezésre kerül Sanghajban az első kínai nemzetközi Import Expo, melyre részvételi szándékát Magyarország is jelezte. Ez szintén okot adhat a gazdasági kapcsolatok elmélyítésére. 1949. október 1-én Mao Tse-tung bejelentette a Kínai Népköztársaság megalakulását, a főváros pedig Peking lett. Az alkalomból Budapesten tartott nemzeti ünnepi fogadáson több százan vettek részt.